Két születésnap van, ezt próbáltam az öltözködéssel összehozni, mert hogy tanár úr 25 éves, a Fezen pedig 70 éves. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármesterének köszöntőjével kezdődött a Bakonyi István 70. születésnapi alkalmából rendezett ünnepség. A városvezető megköszönte, hogy az irodalomtörténész szaktudásával építette a várost és annak irodalmi életét. Bakonyi István József Attila díjas irodalmár, emellett 2015 óta szülővárosa, azaz Bodajk díszpolgára is magáénak tudhatja a székesfehérvári Penna Régia díjat is. Nagyon sok emlékezetes pillanat van ebben a 70 esztendőn, persze hát ez nem 70 esztendős tevékenység, hiszen Fehérvárra 1976-ba kerültem, és akkor kezdődött az a fajta munka, ami az irodalomhoz köthető elsősorban, legalábbis ebben a városban. De a gyökerek Pécsre vezetnek vissza, akkor tanárképzős voltam, és ott kerültem igazából kapcsolatba az irodalommal. A rendezvényen Cserta Gábor szórakoztatta a közönséget megzenésített versekkel és ógörög dalokkal. A születésnapi eseményen nem csak a fehérvári irodalmi élet jeles képviselői tették tiszteletüket, Petőc András, akinek életében nagy szerepet tölt be Bakonyi István, Budapestről érkezett. Azt tudom mondani, hogy ma nekem az én írói munkásságom legértőbb olvasója Bakonyi István. Tehát gyakorlatilag szerintem jobban ismeri az életművemet, mint én magam. Elképesztően, nagyon, nagyon alaposan, nagyon pontosan tudja, hogy mit csináltam, hogyan csináltam, és mindig tudok hozzá tanácsért fordulni. Péntek Imre is több évtizede ápol jó baráti és szakmai kapcsolatot Bakonyi Istvánnal. A barátságunk lényegében akkor mélyült, amikor a 90-ben indítottuk az Argus című lapot. Ő volt a főszerkesztő helyettes 10 éven keresztül. Ez eléggé, hogy is mondjam, rányomta a bélyegét a kapcsolatunkra. Barátok vagyunk ma is. Az esten Bakonyi István életét és munkásságát egy filmvetítés keretében is bemutatták.